Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Minden Tudás Egyeteme Szeged 5. szemeszterének második előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Az előadás sorozat a Szegedi Tudományegyetem és a Minden Tudás Egyeteme KHT együttműködésében jött létre, a Magyar Tudományos Akadémia tudományos irányítása mellett és a Magyar Telekom társadalmi szerepvállalásával. Az 5. szemeszterben 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Városi Televízióban péntek esténként 6 órától és a Minden Tudás Egyeteme Szeged honlapon tekinthetik meg. Az előadás teljes anyaga letölthető a webrádión, rövid összefoglalóját pedig a Dél-Magyarországban és a Szegedi Egyetemben olvashatják. A Minden Tudás Egyeteme Szeged honlapon folyamatosan láthatóak az előző szemeszterek előadásai is. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, tévénézőink pedig a Minden Tudás Egyeteme Szeged honlapján tehetnek fel kérdéseket. A honlap címe www.u-szeged.hu minden tudás oldal. Mai előadónk Szatmári Károly, a Szegedi Tudományegyetem természettudományi és informatikai kar kísérleti fizikai tanszékének egyetemi docense. 1956-ban született Szegeden. Egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte csillagász és matematika-fizika tanárszakon, 1981-ben diplomázott, azóta a tanszék oktatója. 1988-ban egyetemi doktori, 1995-ben kandidátusi fokozatot szerzett, 2002-ben habilitált. 2001 óta tanszékvezető helyettes, 2005-től a TTIK Tudományos Diákköri Tanácsának elnöke. A Szegedi Csillagvizsgáló vezetője, gyakran tart előadásokat a csillagászat minden témakörében. Kutatási területe a pulzáló változó csillagok és a más csillagok körül keringő bolygók. A fényességváltozás periodicitásának vizsgálatában a Fourier analízis mellett időfrekvencia módszereket alkalmaz és fejleszt. Számos szakmai szervezetben vállal szerepet. Tagja a Magyar Csillagászati Egyesületnek, az Eötvös Loránd Fizikai Társulatnak, a Magyar Asztronautikai Társaságnak, az MTA Csillagászati és Űrfizikai Bizottságának és a Nemzetközi Csillagászati Uniónak. Oktatási és kutatási eredményeiért 1986-ban miniszteri dicséretet, 1997-ben iskolateremtő mestertanár kitüntetést, Széchenyi professzori ösztöndíjat, 2001-ben Detre László díjat, Széchenyi István ösztöndíjat, 2006-ban Öveges József kutatói támogatást kapott. Felkérem dr. Szatmári Károlyt, tartsa meg előadását. Hölgyeim és uraim, tisztelt hallgatóság, de jó sokan vagyunk. Ennek nyilván az egyik oka az, hogy az a téma, amiről ma szó esik, az egy nagyon érdekes, nagyon sokakat érdeklő, és lehet, hogy a jövőben szinte mindenkit érdeklő téma lesz. Azt szeretném ezen rövidke előadás alatt összefoglalni, hogy mi történt a múltban, a naprendszerünkben milyen kis égitestek keringenek, amelyek egy része már találkozott a Földdel, tehát milyen becsapódások történtek a Föld múltjában, mik történtek a közelmúltban, és mi várható a jövőben. Egyáltalán nem gondolhatjuk azt, hogy a jövőben nem lesz becsapódás a Földön, egy aszteroida, egy kisbolygó vagy egy üstökös nem csapódik bolygónknak, ezért föl kell készülni. Ezen védelmi tervekkel szeretném majd zárni az előadást. Hát nézzünk először is szét a közvetlen kozmikus környezetünkben. Itt van a kísérőnk, a Hold. Rengeteg becsapódási kráter látszik rajta. Ezek a hatalmas, nagy kerek medencék, amiket tengereknek hívnak, egyébként nyilván nincs víz a Holdon. Ezek is régmúltbeli becsapódások. Bazaltos anyag került föl, ezért sötétebbek. És hát van itt alul egy hatalmas, olyan 100 kilométeres nagyságrendű kráter. Ez a Tihó kráter, ennek a becsapódásnak a kidobódási sugaras szerkezetét ma is jól meg lehet figyelni. A planetológusok, tehát akik a szilárd bolygó felszínek szerkezetével foglalkoznak,
kimutatták azt, hogy a múltban nem volt egyenletes a becsapódás a hold felszínére. Azt lehet mondani, hogy a vízszintes tengeren ugye itt az idő, 4,5 milliárd évtől napjainkig, függőleges tengelyen pedig a kisbolygó és üstökös mag becsapódások száma a hold felszínére. Itt láthatunk egy nagy csúcsot, ez kb. 3,8-3,9 milliárd éve volt, ekkor egy bombázás érte, és valószínűleg nem csak a holdat, hanem a földünket is. Hát a biológusok tudják, hogy a földön az első primitív élet ezen időpont után jelent meg valószínűleg, tehát a legkorábbi élet is ugye körülbelül 3,5 milliárd éves. Ne gondoljuk azt, hogy napjainkban nincsenek becsapódások a holdon. 1905 óta ez a 60-valahány becsapódási hely megfigyelése történt, hát földi tárcsöves megfigyelésekkel. Ha már a holdnál tartunk, akkor föl kell hívni a figyelmet, hogy a holdnak a kialakulására vonatkozó legújabb és talán legjobb elképzelés az egy óriási kozmikus karambol. A föld, az ősi föld a naprendszer kialakulása után nem sokkal, tehát több mint 4 milliárd évvel ezelőtt ütközhetett egy másik ősi bolygótesttel, egy körülbelül Mars méretű, tehát földünkhöz képest fele akkora ősi bolygóval. Mi történt? Az ütközés nem centrális volt, hanem ilyen ferdén történhetett, és aránylag kisebességgel. A két égitest összeolvadt, és nagyon sok anyag kidobódott. Létrejött az új föld, és a körülötte lévő anyagkorongból a számítógépes szimulációk szerint meglepően rövid idő alatt néhány tíz, vagy esetleg legfeljebb néhány ezer év alatt kialakulhatott ezen törmelék gyűrű anyagának az újra összeállásával a holdunk. Ekkor a holdunk nem ilyen messze volt a Földtől, mint most, hanem sokkal közelebb, kb. 20-szor közelebb volt a Földhöz. Ezért a hatásai is a Földre sokkal erősebbek lehettek, különösen az árapály hatás. Jelenleg is távolodik egyébként a hold a Földtől, de hát ez egy külön előadást megérne. Nézzük a bolygókat. Hát a Merkur kísértetiesen hasonlít a holdunk felszínére, öreg, kráterezett, légkör nélküli felszín, gyakorlatilag nagyon-nagyon régi, rengeteg becsapódás vannak, nem csak ilyen kicsik, hanem egész nagy gyűrűs medencék is. Nézzük a következőt, a külső szomszédunkat, a Marsot, szintén nagyon sok kráter található rajta, és van egy hatalmas repedés, ez a nagy marsi árok, lehet, hogy ez is egy nagyobb méretű ütközés következménye. Ha a gravitációs térképét nézzük meg a Marsnak, akkor itt ezek a kékkel jelölt mélyebben fekvő területek megmutatják nekünk, hogy hol voltak komoly, tényleg nagy, 1000 kilométeres átmérőjű kráterek kialakulása. Hát itt van egy nagyon nagy, és itt a Mars északi féltekéjén is van ilyen. Nagyon érdekes dolgokat lehet látni a Marson, például van ilyen dupla kráter. Ilyen dupla kráter akkor jöhet létre, hogyha a becsapódó égitest kettős. Egyre több olyan kisbolygót találnak, amelyik lényegében kettős kisbolygó, vagy egymás körül keringenek szorosan, vagy pedig egy picit össze is vannak tapadva. És sok olyan kisbolygót találtak, aminek van holdja. Nem is egy, akár több holdja is lehet kisbolygónak. Tehát, hogyha egy ilyen csapódik be a felszínbe, akkor ilyen kettős kráter alakul ki. Ez pedig a Mars Expressnek a felvétele, nagyon jó felbontású képeket készít, ott kering a Mars körül, tulajdonképpen készítik elő az emberes Mars utazást. Hát úgy néz ki, hogy sajnos 30 évet kell még várni. Legújabb tervek szerint 2037-ben lesz az első emberes expedíció. Azt is lehet jól megfigyelni, hogy a nagyobb, régebbi kráterek területére újabb becsapódások történhettek, újabb kráterek alakultak ki. A Marsunknak van kettő holdja, nagyon picik, a Phobos és a Deimos. Hát a Phoboson a kisebb méretű kráterek mellett egy hatalmas ütközési sebhely is található. Ez összemérhető a kis holdacskának a méretével.
A Phobos körülbelül 20 kilométeres, tehát ez itt egy több kilométer átmérőjű kráter. Menjünk egy kicsit kijebb a naprendszerben, ugye nagyon sok hold van. A naprendszerben az ismert holdaknak a száma már 170 körül van. A Jupiternek több mint 60 ismert holdja van, a Szaturnusznak is körülbelül 60. A Ganymédesz a naprendszer legnagyobb holdja, a Jupiter körül kering. Hát szintén sok becsapódási kráter látható, és egy különösen érdekeset lehet ezen a képen megfigyelni, egy kráterláncot. Ilyen a holdunkon is, meg másutt is van. Kráterlánc akkor jöhet létre, hogyha ilyen géppuska-szerű becsapódási sorozat történik, azaz a kisbolygó vagy üstökös mag szétesik a becsapódás előtt közvetlenül. Hogy ez mennyire így van, azt a következő képen is láthatjuk. 1993-ban Schömaecker és Lévy felfedezett egy üstököst, ugye róluk is nevezték el, és hát a képeken meglepően tapasztalták, hogy ezt az üstökös magot, ezt valami szétcincálta, és ez nem más, mint a Jupiter. Ez az üstökös mag túl közel került a Jupiterhez, a Jupiter a legnagyobb tömegű bolygó, az árapály keltő erejével szét tudta szedni az üstökös magját, tízenvalahány, huszonvalahány kisebb darabra. Az üstökös magok egyébként nem tömör kősziklák, hanem úgy lehet elképzelni őket, mint poros, piszkos nagy hógolyókat, tehát elég laza a szerkezete az üstökös magoknak. Nem csak, hogy szétszette a Jupiter ezt az üstököst, hanem be is fogta. Tehát az üstökös korábban a nap körül keringett, de a Jupiter közelség miatt befogódott, és ezután már a Jupiter körül keringett. Hamarosan kiszámolták az égi mechanikusok, hogy ennek az üstökösnek a pályája olyan lett, annyira megváltozott, hogy be fog csapódni a Jupiterbe. Nos, ez meg is történt, ez az alsó ábrasor, ez fantáziafestmény, de nagyon reális. És a következő képen látjuk már a becsapódási sebhelyeket a Jupiteren. A Jupiter ugye óriás bolygó, nincsen szilárd felszíne, egy vastag, egyre sűrűbb légkör alatt valószínűleg folyékony hidrogén alkotja a bolygó testét. Hát ezek a körülbelül 1 kilométer átmérőjű üstökös magdarabok, tehát egy ilyen szőnyeg bombázás szerűen egymás után csapódtak be, és hát egészen komoly nagy robbanásokat lehetett megfigyelni. Segített ez a dolog egy picit abban, hogy jobban meghatározhassuk a Jupiter légkörének az összetételét, szerkezetét. Ugyanis korábban volt egy Jupiter légkör modellünk, akkor abból kiszámolták, hogy egy ilyen bizonyos irányból sebességgel becsapódó üstökös mag milyen robbanást fog okozni, aztán megnézték, hogy olyan lett-e, és ha nem olyan lett, akkor módosították megfelelően a Jupiter légköri modelljét. Még kijebb megyünk a Szaturnuszhoz. A Szaturnusznak az egyik holdja a Mimas, hát nagyon érdekes, hatalmas becsapódási kráter van rajta. Csoda, hogy szét nem esett az egész hold, olyan, mint egy szem, nagy középponti csúcs is megfigyelhető. Fantáziadús emberek a csillagok háborújának a halálcsillagához hasonlították. Aztán vannak befogott kis holdak, amik kisbolygók voltak korábban, csak túl közel kerültek egy-egy óriáshoz, és a bolygó befogta, hát ilyen lehet a Phoebe a sok-sok fiatal kráter mellett egy egészen nagy ütközési sebhely is látható. Nézzük meg, hol vannak ezek a kis égitestek a naprendszerben. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy mindenütt, bárhol előfordulhatnak, de vannak gyakorisági helyek, például a Mars és a Jupiter között. Ez az ábra, itt most középen látható a nap, aztán a Merkur, a Vénusz, a Föld, és a Merkur, a Vénusz, a Föld és a Marsnak a pályája. Igen. Ez a sok piros pötty, ez olyan kisbolygóknak a mai pillanatnyi helyzetét mutatja, szeptember 26-a van egyébként, azt a helyzetét mutatja, amilyen pozícióban most van. Ez nem egy grafika, ez egy óriási kisbolygó adatbázisnak a napról napra letölthető képe, majd az internet címét az előadás végén megmutatom.
És hogyha letöltjük több napon keresztül, vagy több éven keresztül, akkor egymás után vetítve a képeket, lehet látni, hogy hogyan mozdultak el a kisbolygók. A pirosak azok a veszélyesek. Azok közel kerülhetnek a Földhöz. A zöldek azok általában a Mars pályáján kívül keringenek. Kicsit menjünk kijebb, és akkor az előbb látható volt ez a belső rész. Itt a Mars és a Jupiter pálya közötti sok-sok zöld pötty, körülbelül nagyságrendel 200 ezer pötty, tehát mind egy-egy kisbolygót szemléltet. A kékek azok pedig üstökösök, az úgynevezett Jupiter üstökös családnak a tagjai. Tehát ez az a híres aszteroida övezet, amelyben hát nagyságrendileg másfél millióra becsülhető az egy kilométernél nagyobb átmérőjű kisbolygók száma. Nem csak itt vannak kisbolygók, kijebb is vannak bőven. Az óriás bolygók pályáit látjuk itt most kékkel, tehát Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz. És a Neptunusznál, valamint egy kicsit kijebb, nagyságrendileg 2000 kisbolygót fedeztek föl az utóbbi 15 évben. Ez a külső kisbolygó övezet, vagy Kuiper övezet, aki hát leírta 1950-es évek elején, hogy ilyennek valószínűleg lennie kellene. Ez a sok-sok kisbolygó, tehát a Plutóhoz hasonló kisbolygó, találtak már a Plutónál nagyobbat is, közismert, hogy ezért lett tavaly trónfosztása a Plutónak, hivatalosan már nem számít a bolygók közé. Hogyan lehet fölfedezni egy kisbolygót? Egymás után készítünk képeket az égbolt egy-egy területéről, CCD kamerával, hát ez olyan, mint a digitális fényképezőgép, csak speciálisan csillagászati célra, és akkor itt a nyíllal megjelölt kis pöttyről látszik az, hogy elmozdult három felvételen, a csillagokhoz képest elmozdult. Ezen elmozdulásból ki lehet számolni a kisbolygónak a pályáját, és hogyha az jön ki, hogy a nap körül kering, akkor egy új kisbolygót találtunk. A pálya 6 adattal jellemezhető, ezeket hívjuk pályaelemeknek. Az első két fontos pályaelem az az ellipszis görbét magát jellemzi, ugye tudjuk Kepler első törvénye is kimondja, hogy az égitestek a nap körül ellipszis pályán keringenek, egyik fókuszában van a nap az ellipszisnek. Az ellipszis két adattal jellemezhető, az ellipszis félnagy tengelye, valamint a lapultsága. Ezen kívül kell még néhány szög, hogy el tudjuk helyezni a térben. Kell az, hogy a pályasík mekkora szöget zár be valamilyen alapsíkkal, referenciasíkkal. Ez a pályahajlás, vagy inklináció. Aztán kell az, hogy a ellipszisnek a nagy tengelye a síkján belül, hogy van elfordulva. Ez itt a kis omega szög rajzon. Aztán kell az, hogy ez az egész pályasík hogy van elfordulva. Hát ez a nagy omega szög az ábrán. Valamint még egy adat, a napközelponton, a perihéliumon való átmenet időpontja. Ezt a hat adatot akarjuk meghatározni az égitestekre. Akkor fogjuk tudni, hogy mikor, hol van. Tehát azt is, hogy ütközik-e a Földdel majd valaha, akkor tudjuk meg, ha a kisbolygó pályaelemeit egyre pontosabban és pontosabban ismerjük. Ezért nagyon fontos, hogy hosszú időn keresztül figyeljenek meg ilyen kis égitesteket. Az aszteroidák közül a legnagyobb a Ceres, a Mars és a Jupiter közötti övezetben, majdnem 1000 km átmérőjű, és ez az ábra azt próbálja szemléltetni, hogy nagyon változatos a felszínük. Vannak egészen fehérek, sok napfényt vernek vissza, vannak ilyen sárgásak, vörösesek, és vannak egészen sötét koromfeketék. Nyilván egy kisbolygónak a fényességét az határozza meg, tehát hogy mennyi napfényt ver vissza, hogy mekkora a kisbolygó, milyen messze van tőlünk, meg a naptól, meg hogy mekkora a fényvisszaverő képessége, ami persze a felszíni kémiai összetételtől függ. 1801-ben fedezi föl Giuseppe Piazzi az első kisbolygót, máig legnagyobb ismertet a Mars és a Jupiter között, ugye a Cereszt. Aztán kiderül 70-es években, hogy vannak főleg kő meteoritok, kő kisbolygók, és vannak sok fémet tartalmazó kisbolygók.
Aztán végre 91-ben közelképet sikerül készíteni a Gaspra nevű kisbolygóról. Íme itt van a Gaspra. Azóta már több űrszonda elhaladt kisbolygó mellett, és hát készültek ezek a közelképek. A NIR nevű amerikai űrszonda, az például az Erosnál járt 2000 körül, és nem csak, hogy megközelítette, hanem le is szállt a felszínére. Ez az ábra még azt is mutatja, ez az animál gif, hogy forognak a kisbolygók. Jellemzően néhány órás periódussal forognak valamilyen forgástengely körül. Sőt, vannak, amik nem is egy tengely körül forognak, hanem két tengely körül, tehát így precesszálnak is. Az Itokawa kisbolygónál járt a Hayabusa űrszonda, a japánok reménysége, erről akartak mintát venni, ez még nem biztos, hogy sikerült. 1986-ban végre egy üstökös magot is tudtunk közelről vizsgálni, ez a Heli üstökös volt. A Giotto nevű európai űrszonda 500 kilométerre megközelítette, és nagyon érdekes dolog derült ki, mégpedig az, hogy nem hófehér és fényes az egész üstökös mag, mint korábban gondoltuk, hanem bársony fekete, mert porborítja. Igaz, hogy ahol a nap süti és fölmelegszik, ott robbanásszerűen jetek, ilyen gázkiáramlások történnek. Ott persze tényleg nagyon fényes. Nagyságrendileg ez is olyan tizenvalahány kilométeres méretű. Ez nem kutyacsont, bár ahhoz hasonlít, hanem ez a Kleopátra kisbolygó, amikor földközelbe járnak a kisbolygók, általában radarvízhang képet is készítenek róla. Valami ilyesmi alakja van tényleg, valószínűleg két kisbolygónak az összetapadásával jött ez létre. Nézzük meg akkor, hogy a Földön mi történt a múltban. Ezen az ábrán a nagyobb becsapódási kráterek látszanak, mint körülbelül 150-200 ilyen krátert sikerült azonosítani. Hát láthatjuk, hogy főleg azokon a területeken találhatók, amelyek nem változtak túl sokat a Föld történetében az utóbbi 200 millió évben. 200 millió évnél régebbi krátert nem nagyon lehet találni, hát gondoljunk arra, hogy a Gondvána, meg kontinensvándorlás, meg mindenféle ilyen az, ezeknek a nyomait hogyan tüntethette el. Az ős masszívumoknál ott talán jobban fönnmaradtak, de mondom, az utolsó 200 millió év. Vannak egészen nagyok, például a legnagyobb 300 kilométer átmérőjű Dél-Afrikában található, Kanadában is van egy nagyon nagy, és hát itt, Közép-Amerikánál, Mexikóban, a Yucatán félszigetnél találták meg a 65 millió évvel ezelőtti krátert. Na nézzük csak, Arizonában, az Egyesült Államokban a Beringer kráter az egy körülbelül 1200 méter átmérőjű, és olyan 170-180 méter mély becsapódási nyom. Ez nem is olyan régen történhetett, itt fölülnézetből látjuk. 30-40 ezer évvel ezelőtt egy kőmeteor, nagyságrendileg 80 méteres lehetett, az csapódott ide be. Na most milyen hatása van egy ilyennek? Ez egy, tehát hogy mekkora egy 80 vagy 100 méteres átmérő kőmeteor lehetett? Hát először is a becsapódásnak a közvetlen hatása az, hogy 10 kilométeres sugarú területen egy tűzvihar indul el, és ott letarol mindent, ott növény, állat, ott minden elpusztul. Körülbelül 24 kilométeres sugarú területen hát a nagyobb állatok elpusztulnak, és 40 kilométeres távolságig hurikán erejű szélvihar tombol. De egyébként az egész Földre kiható globális hatása ennek úgy tűnik nem volt. Dél-Afrikában egy szép nagy krátert mutatok, ez vízzel telítődött. Ausztráliai sivatagban itt a Wolf kráter, szintén az egyik legnagyobb. Kanadában csak légi felvételekkel sikerült megtalálni, hogy egy majdnem 80 kilométer átmérőjű kráter látható. Ez kb. 210 millió éves, tehát ez az egyik legrégebbi. Aztán vannak kisebbek, Észtországban például egy ilyen kisebb, ez is egy kis tó lett végül is. A történet
írás során följegyeztek érdekes eseményeket, amelyek persze bizonytalanok. Például ugye a Gilgamesz eposzban apokalipszis özönvíz leírása, fölvetették néhányan azt, hogy ennek a helyi katasztrófának 10 000 éve egy becsapódás lehetett esetleg az okozója, és Jordániánál lévő kráterre gyanakodnak, hogy az volt az ütközés következménye. Nehéz ezt eldönteni, hogy vajon így történt-e. Aztán időszámításunk előtt jóval Kínában, állítólag a sárga császár idején 9 sárkány jelent meg az égen, tüzes sárkányok, és pusztították el a császárt is többek között. Hát elképzelhető, hogy a 9 tüzes sárkány egy 9 darabra szétesett nagyobb meteor vagy kisbolygó lehetett. Talán az Arthur király legendák is ide hozhatók, fák évgyűrűi legendák, illetve a Biéla üstökös magjának a szétesése alapján gyanítják néhányan, hogy esetleg az Arthur király uralkodás végét is egy ilyen becsapódás okozhatta, de még egyszer mondom, ez nem is olyan biztos. Ugorjunk egy nagyot, múlt század eleje, 1908, tehát majdnem 100 éve, Szibériában, a Tunguszka folyónak a közelében, körülbelül ilyen irányból egy égitest lépett be a Föld légkörébe, és okozott egy hatalmas robbanást. Érdekes, hogy nem keletkezett kráter, tehát nem ért le a felszínére a Földnek, hanem még a levegőben fölrobbant. Ugye arról van szó, hogy egy ilyen nagyobb kőzetből álló égitest, hogyha iszonyú gyorsan belép a Föld légkörébe, akkor nagyon fölmelegszik, és gyakorlatilag annyira fölhevülhet, hogy lerobbannak róla a rétegek, sőt, gyakorlatilag szét is robbanhat. Itt valószínűleg ez történt, egy ilyen teremméretű, körülbelül ezen teremméretű, tehát olyan néhány 10 méteres kő meteor lehetett az, amelyik néhány kilométer magasságban fölrobbant a tajga fölött. És a robbanás centruma fölött állva maradtak a fák, de több mint 2000 négyzetkilométeren kidőltek a fák, nagy pusztítást volt. Amikor odaküldtek egy kutatócsoportot, hát 1928-ban, nagyon nehezebb megközelíthető helyen volt ez, akkor még a kidőlt fákat itt láthatjuk a bal alsó ábrán, később 38-ban is látható volt, sőt egy olasz kutatócsoport még ma is megtalálta a kidőlt fáknak a nyomait. 1972-ben egy élelmes fotós le tudta fényképezni ezt a földsúroló kisbolygót, inkább helyesebb volna légkörsúroló kisbolygónak mondani. Ez nem csapódott be a Földbe, de a felső légkörben haladt el, és hát látható nyomot húzott, hiszen nagyon fölmelegedett. Aztán ugye ebben a hónapban mindenféle média bemutatta, hogy Peruban egy kráter jött létre, kb. 15-20 méter átmérőjű, kerek, már víz van benne, kénes szag van, rosszul lettek az emberek, és igazából nem tudni, hogy miről van szó, mi történhetett. Lehet, hogy egy égitest csapódott be, lehet, hogy egy amerikai űrjárműnek valamelyik egysége zuhant vissza a Földre. Nagyon óvatosan kell bánni, nemrég Magyarországon is létrejött egy ilyen kráter, kisebb kráter, és hát ott néhány szakértő kollega mindjárt mondta, hogy ez biztos meteor volt, aztán kiderült, hogy jókedvű hallgató gyerekek, talán vegyészek lehettek, robbantgattak. Tehát csináltak egy ilyen kis krátert. A perui nem tudjuk még igazán, hogy mi lehet. Most vizsgálják. Az, hogy egy kráter milyen lesz, és hogy mekkora, az nagyon sok mindentől függ. Hogyha egy aránylag kisebb égitest jön, akkor úgynevezett egyszerű kráter jön létre, míg hogyha egy nagyobb jön, tehát már olyan nagyobb sebességgel, kilométeres kisbolygó, tehát több 10 kilométer per szekundum a sebességgel, akkor úgynevezett komplex kráter jön létre,
A becsapódás végén egy ilyen központi kitüremkedéssel visszanyomódik ott az anyag, ezt hívjuk középponti csúcsnak. Mi mindentől függhet, hogy milyen lesz a kráter? Hát nyilván a bejövő égitestnek a sebességétől, irányától, a bejövő égitest anyagától, hogy ő most egy tömör vastömb szinte, vagy ilyen porózus jeges dolog. Aztán az, hogy hova csapódik. Szárazföldbe csapódik, vagy vízbe csapódik, attól is függ, hogy milyen lesz a kráter. Itt ez a kis szám azt mutatja, hogyha nagy D-vel jelöljük a létrejött kráter átmérőjét, és kis D-vel a kis bolygó, vagy becsapódó égitest átmérőjét, akkor ez a szám kb. 8 és 16 között van. A kisebbek olyan 8-szorosát ütik a méretüknek, a nagyobbak 10-16-szorosát is üthetik a saját méretüknek. Hát ez egy fantázia rajz, hogy egy nagyobb kis bolygó milyen hatással lenne, ha ütközne a Földdel. A Yucatán félszigeten, tehát nem is olyan régen találták meg, a mintegy 180 km átmérőjű Chicxulub krátert, amelyet azért is volt nehéz felfedezni, mert nem látszik rendesen úgy, mint a korábbi képeken, amit mutattam. Nagyrészt víz alatt van, és a gravitációs mérésekből sikerült igazán kimutatni. Aztán jött a kormeghatározás, 65 millió év, és akkor jöttek az őslény tanászok, akik erre vártak, mert ugye azt tudták, hogy 65 millió évvel ezelőtt pusztult ki a dinoszauruszok jelentős része. De nem találták még azt a sebhelyet, amelyik talán a dínó ölő kisbolygónak a nyoma lenne. Tehát jelenleg úgy képzelik, hogy itt ez a karibi Yucatán félszigeti becsapódás lehetett annak a hatásnak az okozója, ami miatt hát az élőlények fajainak nagy része kipusztult. Hogyha vízbe esik, és az a helyzet, hogy vízbe esett, mert a földtanászok szerint akkor itt ezt a félszigetet még víz borította. Hogyha vízbe esett, akkor valami elképesztő méretű cunami indul el, akár 100 méter magas cunami, aminek hát el tudjuk képzelni, milyen hatása lehet, hogyha szárazföldet eléri. A másik az, hogy természetesen a kisbolygó, amelyik több kilométer, sőt, akár több 10 kilométert tesz meg másodpercenként, annak egy ilyen sekélytenger semmi, kevesebb, mint egy másodperc alatt leér az aljára. Rengeteg anyag dobódik föl ilyenkor, és szórodik szét. Na most ezeket a kis maradványokat megtalálták, ilyen üvegszerű, megolvadt, pici kis golyócskákat, tektiteknek hívják őket, ilyenek a nagy becsapódások, nagy hő és nyomás viszonyai között jönnek létre. Aztán Olaszországban, meg Kínában, meg a világon mindenfelé megtalálták a földtani rétegekben azt a vékonyka réteget, amelyik különleges volt, azért, mert nagyon pici szemcsékből állt, mintha valami leülepedett volna, por leülepedett volna, és az anyagi összetételi tekintve pedig ritka földfémeket, például iridiumot tartalmazott. Na most az iridium az egy nagyon nagy fajsúlyú, sűrűségi anyag, ami általában a korai megolvadt földbe lesüllyedt. Ezért van kevés itt a kéregben. Ezért ritka. Na most a kisbolygók meteoritikus anyagban viszont jóval több. Tehát ez is egy úgymond alátámasztása annak, hogy kisbolygó becsapódás, rengeteg por kidobódás, szétterülése a Föld körül. Néhány óra alatt ez a rengeteg millió tonna számra földdobódott anyag szét tud terülni az egész Föld körül, és leárnyékolja a napfényt. Hát ugye mondanom se kell, hogy ezért lesz globális hatása egy ilyen nagy becsapódásnak. Tehát dinoszauruszok nagy része kipusztult, ugye nem mind, kisebbekből lettek mindenféle mások, mai hüllők, meg madarak, meg ilyesmik. Hát a nagyobb testűek azok tényleg kipusztultak, tehát a 65 millió év utáni rétegekben már nem nagyon lehet találni dinoszauruszok csontjait. Az, hogy mi bizonyítja még, hogy a dinókat kisbolygó pusztította ki, hát az, hogy
fölfelé néztek ezek a csontvádak. Na jó, persze, ez egy karikatúra, de ilyen bizonyítékunk természetesen nincsen. Na most nem csak arról van szó, hogy a becsapódás után kidobódó rengeteg anyag szétterül, leárnyékolja a napot és lehűl a föld, és a növényzet nagy része kipusztul, elpusztul, és akkor a táplálékláncba tovább a növényevők, az állatevő állatok, és így tovább, hanem utána a savas esőknek a korszaka jön. Egy ilyen lehűlés eltarthat, hát a kidobódott anyagtól függően, akár egy-két évig is. Az esőfelhők fölé megy a kidobódott por, ezért nagyon nehezen mosódik ki a légkörből, illetve nagyon lassan ülepszik le. De még hogyha leülepszik, és már nem lesz olyan hideg a Földön, akkor se jó, mert lecsökken az ózonpajzs, és a napnak az ultrébolya sugárzása jobban éri, ezt hívják ultrébolya tavasznak, ez eltarthat több száz évig is a becsapódás után, tehát egy újabb faj pusztuláshoz vezethet. Én a dínókhoz nem értek igazán, mondják azt, hogy nem biztos, hogy becsapódás okozta a kialásukat, mert hogy mit tudom én, a kontinens vándorlások miatt a dínók különböző területekről találkoztak, és az egyik megfertőzte a másikat, tehát bacillusos vagy vírusos járványok törhettek ki. Van, aki azt mondja, hogy megvastagodott a dínótojások héja, és nem tudtak kibújni a kis dínók valamiért. Mindenesetre mondhatjuk, hogy az emlősök tényleg teret nyertek. Már dínók korában is bőven voltak emlősök, csak még nem olyan nagyok, meg nem olyan fejlettek, és hát az valóban valószínű, hogyha a dínók nagy része nem pusztul ki, akkor az emlősöknek talán nem ilyen lett volna a fejlődési útja. Nem biztos, hogy mi lennénk pontosan a csúcson, a Földön. Legalábbis így gondoljuk. A 65 millió évvel ezelőtti becsapódást valószínűleg megelőzte egy esemény, ezt nem még pár hete vetették föl, hogy 160 millió éve a Baptistina nevű kisbolygó ütközött egy másik kisbolygóval, rengeteg törmelék darab jött létre, és ezen törmelék darabok ugye eloszlottak, de idővel jó néhány bekerült a naprendszer belső vidékére, és így ütközhettek az égitestekkel, így a Földünkkel is. Na most az az érdekes, hogy ha jön egy kisbolygó, akkor hiába szeretnénk megtudni, hogy hol fog elhaladni mellettünk, ez csak bizonyos bizonytalansággal tudjuk meghatározni. Tehát itt van a Föld, ez a kék, az, hogy hol fog itt elmenni, azt nem tudjuk, csak valamilyen hiba határral. Hogy mennyire perceken múlik a dolog majd, a Föld és egy kisbolygó ütközése, vegyük figyelembe, hogy a Föld pályamenti sebessége a nap körül másodpercenként 30 kilométer, a Föld átmérője bő 12 ezer kilométer, tehát egy átmérőnyit a Föld 7 perc alatt elmozdul. Tehát tényleg itt néhány perc kérdése az, hogy ütközünk-e vagy nem ütközünk. Jelenleg az egyik legveszélyesebbnek tartott kisbolygó az Apophis. Ez egy bő 300 méter átmérőjű kisbolygó. 2029. április 13-án nagyon közel fog elmenni mellettünk, a Holdnál jóval közel, 10-szer közelebb, mint a Hold. Ez gyakorlatilag három földátmérő. És az, hogy nekünk jön vagy sem, az még egy évvel ezelőtt bizonytalan volt. Most már tudjuk, hogy nem fog nekünk jönni, mert a pálya elemeket sikerült olyan pontosan meghatározni, hogy már csak ekkora hiba határ. Tehát a hiba határban nincs benne a Föld. De ő vezeti egyébként a veszélyes megközelítések listáját, tehát az Apophis. Ilyen közel messze nem fog kerülni hozzánk 2021. és a 22. században egy se. Persze ez se igaz, amit most mondok,
Mert ez a most ismert kisbolygókra vonatkozik, de lehet, hogy most ebben az órában egy amerikai kollega felfedez egy újabb kisbolygót, amit eddig még nem tudtuk, hogy hol van, és meghatározva a pályáját kiderül, hogy ő is veszélyes, esetleg még közelebb kerül. A mai állapot az, hogy 887 potenciálisan veszélyes kisbolygót ismerünk, potenciálisan veszélyesnek azt tekintjük, amelyik 100 méternél nagyobb átmérőjű, és 500 csillagászati egységnél valaha is közelebb kerülhet hozzánk. Ugye egy csillagászati egység az a napföld távolság. Hát ha megnézzük, mi volt itt szeptemberben, egy ötöd, ez az LD, ez a lunar distance, tehát ez a nap, ez a föld-hold távolság, egy ötöd hold távolságra ment el mellettünk egy kis bolygó, igaz, hogy ő csak 3 méteres volt. De ilyenek vannak. Tehát talán ezek után már mindenkiben ez a kérdés elfogadtatásra kerülhet. Nem az a kérdés, vajon becsapódik-e majd a Földbe egy kis bolygó, hanem az, hogy mikor. Tehát biztos, hogy jön, csak még nem tudjuk, hogy mikor. A nagy kihalások a Földön általában úgy visszamenőleg 540 millió évig, hát több alkalommal történtek, egyébként a földtörténeti korokat is ez választja el sok esetben, hogy valami eddig van, aztán utána nincs. Például élő világ, faj, családok. Hát ilyen ugye 65 millió évvel ezelőtti, 200-250 millió évvel ezelőtti. Ha megnézzük vissza 250 millió évre, tehát nulla most, vissza 250 millió, hogy mikor, hány faj halt ki, akkor itt látunk nagy csúcsokat, hát itt ez elég nagy a 65 millió évvel ezelőtti, de még nagyobb a 250 millió évvel ezelőtti, akkor az élő világ majd 90%-a kihalt. Mi okozhatja a kihalásokat? És egyáltalán, ha valaki azt mondja, hogy jé, hát ebben van periodicitás, mint hogyha itt a csúcsok időben közel azonos szakaszonként lennének. Hát a periodicitás egyik lehetséges oka az, hogy van még egy égitest a naprendszerben, ezt Nemezisznek keresztelték el. Ez egy óriási ellipszis pályán keringene, aminek a keringés ideje 26-30 millió év, és amikor nap közelbe kerül, akkor itt a naprendszer külső részén lévő rengeteg-rengeteg milliárdnyi üstökös magnak megzavarja a mozgását, azok beljebb jönnek, és a bolygókkal ütköznek, és hát ilyenkor megnövekszik a becsapódások száma. Ilyen égitestet nem találtak eddig. Lehet, hogy nincs is. A másik elképzelés az, hogy ahogy megy a nap, kering az egész naprendszer a tejútrendszerben, a galaxisunkban, 250 millió év alatt megy egyszer körbe. Nem pont a főségbe kering, hanem így egy kicsit leföl-leföl. És amikor metzi a galaxisunknak a főségát, akkor nagy valószínűséggel átmegy porfelhőn. És ha átmegy porfelhőn, akkor leárnyékolhatja a napfény nagy részét. Van egy úgynevezett torinói skála, amely a becsapódások veszélyességét mutatja. Hát ha nullás, akkor az szinte biztos, hogy nem veszélyes. Aztán 1-es, 2-es, 5-ös, 6-os. Hát, hogy a piros jelzést látunk, akkor futás. Csak az a baj, hogy nincs hova futni. Ezért kéne már tényleg a Holdon is, meg a Marson is kolóniákat csinálni, hogy biztos legyen túlélő. A kisbolygók felfedezésének a története, hát látjuk, hogy az utóbbi néhány évtizedben lett az, hogy hatalmas kisbolygó szám immár ismert. Rengeteg kisbolygót fedeztek fel az utóbbi 10-20 évben. Ez köszönhető a speciális obszervatóriumoknak, kisbolygó kutató távcsöveknek. 2020-ig szeretnének minden 140 méternél nagyobbat felfedezni. Különböző kutató programok, földi távcsövek vannak, stb. És az űrbe is telepítenének távcsövet, például a Gaia nevű űrteleszkóp, az itt keringene a nap a föld után. Tehát ez azért lenne jó, mert a nap felül érkező kisbolygókat is észrevenné. Hiszen a föld kitakarja a napot,
akkor ugye az a veszélyes, amikor a nap felől jön a kisbolygó nagy sebessége, mert nappali égen van, tehát nem lehet észrevenni. És vannak ilyenek. Hát a közelmúlt néhány érdekes eseménye az űrkutatásban, a Tempel egy üstököshöz elküldtek egy űrszondát 1995-ben, ez a Deep Impact nevű űrszonda volt, és ez a szonda egy ilyen mosógép méretű résztömböt úgy nekieresztett, belelőtt a Tempel egy magjába. Mi célból? Azért, hogy a becsapódáskori robbanás megfigyeléséből lehessen következtetni, hogy a felszín alatt milyen anyagok vannak, mind a földi távcsövekkel, mind az űrszondáról ezt megfigyelték. Valamint azt is, hogy esetleg milyen elmozdulás jön létre, milyen pályamódosulás jöhet létre. A Rosetta misszió az egy üstökös maghoz megy, ebben is van magyar részvétel, egy kis leszálló egység az üstökös mag felszínén megkapaszkodva követi, tehát jön együtt az üstökös maggal, ez közelít a nap felé, ezért az üstökös csóva kialakulását lehet jobban nyomon követni. És egy új program, ez a Ceres és a Vesta kisbolygóknak a kutatása célozza meg, a Dawn nevű űrszondát ma akarták fölbocsátani, de valószínűleg holnap fog csak menni. Gyakorlatilag először a Mars mellett elhaladva fölgyorsul, majd odaír a Vestához. A Vestát figyelgeti közelről, majd utána bekapcsolják az ionhajtóművet újra, és oda megy a Cereshez, és a Cereszt is egy pár hónapig vizsgálja majd. Aztán az ESA-nak, az Európai űrkutatási hivatalnak is van egy terve, ez a Don Quixote terv, egy Sancho nevű és egy Hidalgo nevű egységből áll. A Sancho az be fog csapódni egy kisbolygóba, vagy üstökös magba, és itt is azt próbálják megfigyelni, hogy mennyire fog a pálya megváltozni. Ez az egész témakör persze nagyon sok festőnek, meg filmkészítőnek a fantáziáját ugye megmozgatta. 90-es évek végén több ilyen film is készült, mindenféle módot találtak ki a filmesek, hogy hogyan lehet megvédeni a Földet. Hát most vasárnap is ezt fogják ismételni. A védekezési módszerek két fő csoportra bonthatók. Az egyik, és jobban kivitelezhető, de sajnos nagyon időigényes, az a pályamódosítás. Lögdössük arrébb egy kicsit a kisbolygót. Hát láttuk az előbb, hogy pár percnyi különbség, vagy pár ezer kilométer különbség már megvédhet bennünket az ütközéstől. Hajtóműt lehetne elhelyezni rajta. Ez egy kicsit nehéz ügy, mert forog a kisbolygó. Tehát, hogy mikor, merre lögdösse a hajtóműből kiáramló gáz, az elég nehéz ügy. Lehet felszíni réteges robbantások, a nagysebességű ütköztetés, tehát egy másik, egy nála kisebb kisbolygót, amit könnyebben tudunk befolyásolni, például neki küldünk. Nem szép dolog, de meg kell védeni magunkat. Aztán nagy tükrökkel lehet napfényt vagy lézert fókuszálni, és akkor a felszínen való hevítés, robbanások során ugye, megint csak a rakéta elv egy kicsit arrébb tolja. Lehetne bányászrobotokat küldeni a felszínre, ez már egész jó kidolgozták. Nem kell üzemanyag se. Küldjünk oda ilyen jó nagy robotokat, és azok elkezdik kitermelni a kisbolygó anyagát, azt kilövik hátra. Tehát a kisbolygó anyagát használják fel hajtóműként, hát egy kis energia persze kell hozzá, mert ki kell lőni hátra, elektrostatikusan fölgyorsítják. Aztán egy érdekes dolog a gravitációs traktor, amit egy képen mutatom. Szétdarabolás, hát ez nehezebb ügy. Legfeljebb az egy kilométeres kisbolygókat lehetne szétdarabolni, hát vagy hagyományos, vagy nukleáris rakétákkal, felszíni vagy belső robbantással, lehetőleg 30 méternél kisebb darabokra kell földarabolni, mert hogy akkor már a földi légkörben nagy részük elég. Ezeket a módszereket szemlélteti ez az ábra is. Ez a armageddonos, ez nehéz ügy, tehát hogy belefúrni a közepébe, robbantani, mert ahhoz nagyon tudni kell, hogy a kisbolygónak milyen az anyaga, mert lehet, hogy nem robban a szét, csak megreped. Ez jön ugyanúgy tovább a föld felé. Tehát az nehezebb ügy. A gravitációs traktor az olyan, hogy nem láncoljuk magunkat a kisbolygóhoz, hanem egyszerűen egy nagyobb űrhajót odaküldünk, és hogyha van sok időnk, több év, vagy netán évtized, akkor az űrhajó a saját gravitációs vonzó erejével
húzza maga felé, a kívánt pályára téríti el a kisbolygót. Kiszámolták, hogy ez menne is, csak idő kell hozzá. A Jarkovszki effektus az pedig azt használja föl, hogy a napfénye, ahogy érje ezt a kisbolygót, fölmelegíti. A nap oldalán fölmelegszik, és egy kicsit késve sugározza ki ezt infravörösbe. Na most attól függően, hogy merre forog a napköri keringéshez képest, egyező irányba forog-e a kisbolygó, ha igen, akkor elfordul, és hátrafelé sugározza ki a kapott hőt, és gyorsítja ez a pályáján a kisbolygót, azaz nagyobb pályára fog állni. Fordítva, ha a keringés irányhoz képest visszafelé forog a kisbolygó, akkor a fölhevült rész már előre fordul menetirányhoz képest előre, így sugárzódik ki, hátrafelé gyorsítja a kisbolygót, azaz lassítja a pályáján, csökkenti az energiáját, azaz csökkenni fog a pálya. Tehát, hogyha ilyet hallunk, hogy egy kisbolygót be akarnak festeni fehérre, akkor amögött elképzelhető, hogy ennek az effektusnak a használata van. Hol vannak? Tehát nyilván a fölfedezés alapvető. Ha fölfedezték, meg kell határozni a pályát. Csak van ugye egy gond, hogy a pálya folyamatosan változik. A naprendszerben az összes égitest pálya elemei, pálya adatai változnak. Miért? Egyrészt a nap miatt, másrészt a bolygó gravitációs hatása miatt, pláne ha közel megy el egy nagy bolygó mellett, illetve ütközhetnek egymással ezek a kis égitestek. Végül egy könyvajánlat, célpont a Föld, két fiatal ember írta, Sárneczky Krisztiánra büszkék is vagyunk, mert nálunk PhD hallgató, egyébként földrajzos volt az ELTE-n, és most jelent meg nemrég egy másik könyv, aminek egy fejezete is ezzel a témával foglalkozik. És itt van az a néhány internet cím, amelyet ajánlok a szíves figyelmükbe. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük docens úr előadását, kedves közönségünk, kérem tegyék fel kérdéseket. Azt kérdezném, hogy foglalkoznak-e Magyarországon kisbolygókutatással? Köszönöm, igen, foglalkoznak. Részben már Kulin György is foglalkozott kisbolygókkal, fölfedezett jó néhányt. Kulin György a amatőr csillagászat megalapítója Magyarországon, de ő profi csillagász volt. Aztán most is van az MTA Csillagászati Kutatóintézetében néhány kollega, aki ezzel foglalkozik, és örömmel mondhatom, hogy itt Szegeden is. Sárneczky Krisztián a vezetője ennek a kisbolygó kutató csoportnak. Részben a szegedi távcsővel, Új-Szegeden, de az csak 40 cm átmérőjű, inkább a legnagyobb magyarral, piszkéstetőn a 90 cm vagy az 1 méter átmérőjű távcsővel készítenek képeket, fedeznek fel újabb kisbolygókat. És hát ha a kisbolygó pályaadatait már jól sikerül meghatározni, mert már sok napköri keringés során nyomon követték, akkor jogot kap az illető, hogy elnevezze a kisbolygót. Van egy ilyen bizottság a Nemzetközi Csillagászati Unióban, amelyik ezt intézi, és hát Krisztiánék el is neveztek. Tehát van Szeged nevű kisbolygó, ez ott kering a Mars és a Jupiter körül, Mars és a Jupiter közötti sávban a nap körül. Van József Attiláról elnevezett József kisbolygó, és még sok. Körülbelül néhány tucat kisbolygót fedeztek föl, abból nagyjából 15-öt nevezhettek már el. Azt szeretném megkérdezni, hogy mikor nagyobb egy pusztítás, ha az óceánban, vagy ha a szárazföldbe csapódik be egy égitest? Hát részben már érintettük ezt a dolgot, tehát hogyha vízbe csapódik, akkor egy óriási cunami indul el, ami hát gyakorlatilag elérve a szárazföldeket, azt letarolja teljesen. Viszont ilyenkor talán kevesebb por anyag kerül föl a légkörbe. Úgyhogy én szerintem, hogyha szárazföldre történik a becsapódás, akkor az mégiscsak rosszabb, mert nagyobb mennyiségű por
hosszabb ideig és nagyobb mértékben tudja a napfénytől leárnyékolni. Tehát hosszabb lesz az a kis jégkorszak, amely a becsapódást követi. A Földről kiinduló missziókat milyen mértékben veszélyeztetik ezek a kisbolygók? Elhangzott, hogy ezeknek a száma nagyon nagy, és nagyon sokat még nem ismerünk ezek közül. Tehát megfelelően nagy tér van ezek között, a bolygók között, amelyek között elfér ez a misszióba induló mondjuk űrhajó. Igen, a kérdés az nagyon jó, mert tényleg amikor az első ilyen misszió elindult ki a Jupiterhez, azaz át kellett szelni a Mars és a Jupiter közötti kisbolygó övezetet, akkor még nem tudták, hogy vajon nem éri-e katasztrófa a szondát, bár akkor még nem tudták, hogy ilyen sok a kisbolygó ott. Most, hogy már tudjuk, most gondoljuk, hogy azért ez a veszély, ez reális. Reális. Annyit tudunk tenni, hogy próbálunk minél több, minél kisebb kisbolygót is felfedezni, és úgy megtervezni a szonda pályáját, hogy ezekkel ne ütközön, természetesen ilyen öklömnyi vagy méteres darabokkal ütközhet. Ha egy ilyennel találkozik, ugye a szondának általában a pályája néhány 10 km per szekundum. Kisbolygónak is. Ha így találkoznak, a relatív ütközés nagyságrendje 10 km per szekundum. Iszonyatos sebesség. Ilyen sebesség mellett egy 10-es anyacsavar is ágyúgolyó hatásával ütközik a másik testbe. Tehát nyilvánvalóan ez a veszély fönnáll. De nem csak ott, hanem például a Föld körül keringő távközlési műholdaknál, vagy a nemzetközi űrállomásnál is, űrrepülőgépnél is volt, hogy visszajött, megnézték az ablakát, és ilyen mikrokráterek voltak benne, ilyen nagyobb acska porszem méretű meteorocskák ütötték ezeket a kis vájatokat, krátereket. Ezek a veszélyek fönnállnak. Köszönöm az itt jelenlévők és a televízió nézők megtisztelő figyelmét. A Mindentudás Egyeteme Szeged előadás sorozat keretében egy hét múlva Rácz Béla professzor úr, az STE Természettudományi és Informatikai Kar optikai és kvantumelektronikai tanszékének egyetemi tanára tartja meg Einsteintől a digitális fényképezőgépig a Fotonika évszázada című előadását. Szeretettel várjuk Önöket a jövő héten is, viszontlátásra!